A magyar lakosság 50%-a érintett magas vérnyomásbetegségben vagy cukorbetegségben. Ezek elhanyagolása a leggyakoribb oka a vesebetegségek kialakulásának. Minden évben van egy kulcs témája. Közel 20 éve magyar kezdeményezésre nyilvánították március 2. csütörtökét a Vese világnapjává. Ehhez csatlakozik Székesfehérvár is. Az idei központi téma az egyenlő esély teremtése, illetve a betegek szerepe az ellátásban. A Szent György Kórház már 3 éve tesz lépéseket mindezek erősítése érdekében. Úgynevezett betegedukálást vezettünk be, ami azt jelenti, hogy erre képzett, tréningezett, jó képességű nefrológiai szakápolók foglalkoznak a beteggel és a hozzátartozójával is. Nagyjából egy másfél órás egyéni vagy kis csoportos megbeszéléseken, ahol módja van a betegnek a saját problémáit, félelmeit adott esetben megjeleníteni, vagy kérdéseit, és nem kell attól tartani, hogy majd elutasítják. Székesfehérvár egészségfejlesztési terve 2011-ben indult. Őstör Anna Mária tanácsnok szerint a város önkormányzata nagy hangsúlyt fektet az itt élők egészségének megőrzésére. Nagyon fontosak az itt lakók, fontos az itt lakók egészsége, ezért 2011 óta nagyon intenzíven foglalkozunk az ő egészségükkel, a szűrésekkel, felvilágosításokkal. Ezt tudatosan a világnapok köré építettük, és nagyon hasznos tudnivalókat tudhatunk meg így a Vese világnapja alkalmából is. Éppen ezért nyílt napra várják az érintetteket és az érdeklődőket a dialízis központba, ahol szakmai előadást is hallhatnak a témával kapcsolatban. A rendezvény március 9-én 14 órakor lesz.